hashtag megvitatjuk egy csodás helyszínről, innen az üvegcsarnokból. A József Attila Művelődési Központ üvegcsarnokában vagyunk, és itt van velünk Balogh Katalin ügyvezető igazgató, a Salgótarjáni Rendezvény és Média Központ ügyvezető igazgatója. Köszöntünk a műsorban, szia! Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is köszöntök mindenkit, köszöntelek benneteket. Hello. Milyen érzés itt ülni az esti városban, a mozaik kép előtt? Neked milyen kötődésed van az épülethez? Kezdném egy kicsit ilyen személyessel. Hát azt gondolom, hogy ez minden nap jó érzéssel tölt el. Tehát, hogy egy nap nagyon sokszor megfordulok itt az üvegcsarnokban, ezen a folyosón, vagy azért, mert kollégákkal szeretnék beszélni egy közelgő rendezvény kapcsán, vagy azért, mert ellenőrzöm a munkatársaknak a munkáját, tehát, hogy nagyon sok célból jövök, megyek itt ezen a folyosón, és mindig örömmel pillantok fel el a mozaik falra, és örömmel nézek ki az üvegfelületen a városra, mert azt hiszem, hogy ez egy különleges hely. És aki eljön ide, bízom benne, hogy átérzi ennek a helynek a különlegességét, és ugyanúgy rácsodálkozik a városra, mint ahogy mi megtesszük ezt itt a Rendezvény és Média Központ munkatársai nap, mint nap. Úgyhogy én nagyon szeretem. Azért nagyon különleges munkahely ez ilyen szempontból, mert hogyha kicsit végignézünk az ország többi ilyen művelődési házain, kulturális központjain, egyik sem büszkekedhet ilyen panorámával és ilyen üvegcsarnokkal. Biztos vannak szépek, de nekünk ez a legszebb. Ugye most idén ünnepli 55 éves születésnapját a ház. Mivel készültetek erre az egészre? Hát még egy picit visszacsatolva az előző mondatodra, azt hiszem, hogy lehetünk elfogultak, hogy számunkra különleges és nagyon szép ez a művelődési ház, de elfogultság nélkül is azt kell mondani, hogy egy nagyon, nagyon különleges épület, egy emblematikus épület itt a városban és egész Nógrád megyében egy meghatározó közművelődési intézmény. És hát igen, az idei év az különleges, mert ugye ebben az évben 55 éves a József Attila Művelődési Központ, ugye 1965 április elején nyitotta meg kapuit. Hát egyes források szerint április 3-án, más források szerint április 4-én, a lényeg az, hogy megnyitotta kapuit, és azóta várja a látogatókat, kicsiket és nagyokat egyaránt. Hát nagyon sok mindennel készültünk erre a születésnapi esztendőre, aztán arra nem számítottunk, hogy a koronavírus járvány ezt alaposan átírja ezt a tervet, úgyhogy a programok, események egy részét az év első felében úgymond online formában tudtuk megvalósítani, mert hogy nem volt nyitva az intézmény. Zárt kapuk mögött működtünk, de ez nem jelenti azt, hogy mi itt nem dolgoztunk, hiszen ezekre a programokra is készültünk, és hát a nyitásra is. És végül is június 1-én nyitotta meg kapuit az intézmény, onnan indulhatott el valóban ez az emlékév, és én azt gondolom, hogy bár a tervek maradéktalanul nem valósultak meg, de nagyon sok programot sikerült megszerveznünk és lebonyolítanunk. Hogyha kiemelhetek ezek közül egyet-kettőt, akkor ezt megtenném. Remélem, hogy ti is emlékeztek néhányra. Én mindenképpen kiemelném azt a kiállítást, amely az intézményben otthonra talált civil szervezeteket mutatja be. Azért, mert hogy az intézmény nagyon fontos feladata az a kulturális értékek őrzése, gyarapítása, és ez a civil szervezetek nélkül nem valósulhatna meg. Ezért fontos, hogy bemutassuk őket, hogy segítsük a munkájukat, és ezért volt fontos ez az időutazás, hogy bemutatták, hogy az elmúlt 1, 2, 3, 4, 10, 20 évben hogyan találtak otthonra itt a Józsiban. Úgyhogy ez a kiállítás, ez közel áll a szívemhez. És hát ami nem program, de mégis fontos esemény a Józsi életében, az az, hogy aki bejön ide az épületbe, láthatja, hogy megújult az előtér. Ez egy régi vágya volt az itt dolgozóknak, és bár én nem dolgozom itt 55 éve, de hogy én is nagyon szerettem volna megújítani. Méghozzá fontos cél volt az számomra, hogy ezen az információs pulton, ezen a városhoz köthető emblematikus épületek, illetve a természeti környezet meghatározó formái jelenjenek meg. És hogy figyelemfelhívó legyen, úgymond egy szeme legyen ennek az előtérnek, tehát aki belép ide, az egyből rácsodálkozzon. Én azt gondolom, hogy sikerült ezt maradéktalanul megvalósítani, és ebbe a tervezésbe is bevontuk a civil szervezeteket, hiszen eredményt elérni csak együtt és közösen tudunk, és ami még fontos, hogy Salgótarjáni kötődésű belső építészek is részt vettek ebben a munkában, tehát nem csak közösségi tér az előtér, hanem közös gondolkodás eredménye is, és ez azt gondolom, hogy ez fontos, hogy minden területen ilyen eredmények szülessenek.
Hát ez a másik, ami nagyon fontos, és hát még ez nem ért véget ez a munka. Az előtér felújítása az egész évet érinti, mert hogy elkezdtük ezt még valamikor 2020 végén, és akkor megújult a kiállító tér, megújult az információs pult, akkor történt egy közösségi festés, egy nagyon szép grafika került az egyik falra, remélem, hogy ti is láttátok már. Szintén egy salgótarjáni fiatalember munkáját dicséri, ő tervezte, és hát szeretném még új bútorokat is elhelyezni ide az előtérbe, bízom benne, hogy akkor lesz majd teljesen tökéletes, és mindenki elégedetten tekint majd erre a megújult előtérre. És ha van még időm, remélem, hogy van. Mert hogy mondani való az bőven van. Az előtér felújítás volt a másik, és az a színházteremben is nagyon sok mindennel készültünk, sok programmal és sok eseménnyel. Bízom benne, hogy így az év vége felé közeledve és túl advent első vasárnapján sikerül mindent megvalósítanunk. És hát mivel az idei év az nem volt teljes abban a tekintetben, hogy nem volt az egész év a születésnap jegyében, hanem csak egy fél évünk volt arra, hogy a születésnapi programokat megvalósítsuk, ezért egy picit áthúzzuk majd a következő esztendőre is, és azt gondolom, hogy nagyon szép párosítás az, hogy Salgótarján 100 éves lesz jövőre, és egy picit még megünnepeljük azt, hogy a művelődési központ pedig 55 éve fogadja a látogatókat. És hát én azt gondolom, hogy ebben partnerek lesznek szintén majd a civil szervezetek, mint ahogy abban is partnerek voltak, hogyha már együttműködés, hogy ebben az évben, a születésnap évében bekerült a művelődési központ a Salgótarjáni értéktárba. Biztos sokan tudják, hogy itt Salgótarjánban is működik egy értéktárbizottság. Ennek az értéktárbizottságnak a feladata, hogy javaslatok alapján gazdagítsa az értéktárat, tehát hogy minden településen létre lehet hozni egy ilyen gyűjtemény, és mi is bekerültünk ebbe. Szerintem ez nagyon nagy büszkeség. Másrészt pedig a kollégák munkájának eredményeként és az együttműködő partnerek munkájának eredményeként elnyertük a Családbarát Intézmény címet. Tehát ez is mutatja, hogy nem csak a tizenévesek, az öröki fiak és az idősebb korosztály fontos számunkra, hanem az egész picik, a kisgyermekes családok is. Úgyhogy én ezt is nagyon fontos eredménynek tartom, az idei születésnapi esztendő sok-sok eseménye, programja, mozzanata közül. Nekem még az lenne a kérdésem, hogy amikor az ember valamiféle szülinépot ünnepel, akkor mindig talán egy kicsit jobban gondol arra, hogy mit tervez a jövőre, milyen stratégiával áll a jövő elé, hogy esetleg arról lehet-e bármit tudni, hogy akár a következő 5 vagy 10 vagy idestóban 45 év múlva mik a tervek, hogy állnak ez elé? Hát azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden mindennel összefügg, és már az ember, ha még nem is látja, hogy egyes események hogyan vezetnek a jövőbe, előbb-utóbb kikristályosodik. Erre csak egy apró példát mondanék, hogy a művelődési központhoz, ahogy az elmúlt éven sok emberrel beszéltem, mindenkinek fűződik valamilyen emléke, élménye, akit Salgótarjánban él, vagy a környékbeli településeken. Hát nekem egy nagyon meghatározó gyerekkori élményem van, egy báb előadáson léptünk fel, én a csapat egyik tagja voltam, és hihetetlenül izgalmas volt, ahogy a színfalak mögött tereltek minket, nagyon izgultam, az előadás végén ugye reflektorfényben meghajoltunk, úgyhogy nagyon büszke voltam magamra, meg a csapatra, és hát olyan jól éreztem magam ott a színpadon, és sosem gondoltam volna, hogy több évvel később, sok-sok évvel később műsorvezetőként lépek majd a színpadra városi eseményeken, ünnepségeken, díjátadó ceremónián. Azt meg pláne nem gondoltam volna, hogy később majd a szívem csücske és a munkahelyem lesz a művelődési központ. Úgyhogy valahogy ez sorsszerű volt, meg volt ez írva. És hát mivel a szívem csücske a művelődési központ, és ide vezetett a sors, meg az akarat is, ezért fontosnak tartom, hogy ez az 55 év, ez folytatódjon, és következő 55 év legyen. Én azt gondolom, hogy Nógrád megye legjelentősebb közművelődési intézményeként van felelősségünk. Van felelősségünk abban, hogy hogyan formáljuk a kulturális éhséget, a kulturális kíváncsiságot, milyen programot kínálunk az itt élőknek, milyen programot, lehetőséget kínálunk a fiataloknak, és bár van egy hagyomány, amire tudunk építeni, de mindenképpen szükség van a megújulásra minden területen, és azért is örülök, hogy mondjuk egy ilyen fiatal csapat, mint a Völgyváros, éppen itt veszi fel az évadzáró műsorát, vagy itt beszélgetünk az évadzáró műsorban, mert hogy így összefonódik az 55 év, a múlt, és a jövő, ami tulajdonképpen a Völgyváros egyfajta jelképe lehet.
köszönjük szépen, ez mindenképpen pozitívan hangzik, és előremutató az. Reméljük, hogy tényleg valakinek legalábbis jelképet fogunk mutatni ebben a sötét korban. Mindenesetre jó hangzik az, hogy, amit mondtál, hogy próbáltok egy kicsit fókuszálni a fiatalabb korosztályra is, a családokra is, kisgyerekekre is, és hát nyilván nagyjából ez a kamasz korosztály az, aki leginkább sokat profitálna abban, hogyha megfelelő hátszelet kap, kedvet kap a kultúrához, kedvet kap azokhoz a dolgokhoz, amikkel itt foglalkoztok. Milyen fajta terveitek vannak arra, hogy ezeket az embereket megfogjátok, ide szoktassátok? Számukra fontos legyen a kultúra. Nagyon nehéz kérdés, amit most feltettél, mert hogyha erre pontosan tudnám a választ, akkor mondhatnám azt, hogy én vagyok a világ legokosabb embere. Nem kell mondani, csak csinálni. Nagyon nehéz manapság a fiatalokat elérni. Tehát hozzánk tartozik a Civil és Ifjúsági Ház, ez régebben Sitiként működött, és anno annak idején a Siti az a fiataloknak valóban a találkozó helye volt. És igény volt a fiatalokban arra, hogy egy ilyen közösségi tér, azaz ő otthonuk legyen, második otthonuk legyen. Na már most ez az igény, ez megváltozott. A fiatalok teljesen másképp tartják egymással a kapcsolatot, teljesen más igényük van a találkozásra, ezért nehéz őket elérni. Nagyon sok mindennel próbálkoztunk már, és ezt nem is adjuk fel, tehát az intézményekkel, iskolákkal, tankerülettel együttműködve, a fiatalokkal együttműködve az iskolában, megkérdezve a véleményüket, hogy mire van szükségük, mit szeretnének, hogyan tudják elképzelni a szabadidő eltöltésének formáit. Tehát én azt gondolom, hogy keressük. Próbáljuk őket megszólítani például azzal, hogy hangverseny bérletet, egy sorozatot indítunk számukra már, amikor a koronavírus járvány engedi. Én azt gondolom, hogy ebben igyekszünk megmutatni minél több fajta zenei stílust, hiszen ez is a nevelésnek egyik eszköze, és hogyha itt megismerik, megszeretik, akkor a későbbiekben visszajárnak hozzánk, tehát lesz igényük arra, hogy színház látogató, koncertlátogató közönség váljon belőlük. Másrészt én azt gondolom, hogy a fiatalok teljesen másfajta problémával küzdenek napjainkban, mint korábban, és másfajta módon keresnek erre megoldást. Éppen ezért most is folyamatban van, létrehozunk a honlapokon keresztül egy olyan fórumot, szakértői segítséget, hogy egy névtelenül megírt levélre kaphatnak egy választ. És akár a megfogalmazott probléma, akár pedig az erre adott válasz, az megjelenik a honlapon, ugye név, elérhetőség minden nélkül, akik nem merik föltenni a kérdést, de érintettek, esetleg azoknak is jelenthet valami fajta megoldást, útmutatást, vagy fényt az alagút végén. Ez egy másik fajta irány, ez már egy ilyen segítő kéznyújtása a fiatalok számára, és volt egy olyan kezdeményezésünk is, hogy mivel a legtöbb középiskolában a fiatalok szakkör formájában, vagy külön óra formájában foglalkoznak a televíziózással, a rádiózással, ismerik a mobiltelefonok titkait, és mindenféle műszaki kütyüket nagyon jól használnak, hogy közösen készítsünk velük televíziós műsorokat. Ez el is indult. Én azt gondolom, hogy nagyon jó volt, érdekes volt, rengeteg ötletet valósítottak meg a városi televízió segítségével, de sajnos a koronavírus járvány miatt ez is most szünetelni kényszerül, de szeretném folytatni, hiszen a fiatalok olyan kérdéseket tesznek föl, amelyek lehet, hogy az adott riporternek nem jutna az eszébe. Olyan embereket hívnak meg a stúdióba, akik azokra a kérdésekre tudnak válaszolni, amelyek őket foglalkoztatják. Tehát szeretném, hogyha minél több területen sikerülne az együttműködést kialakítani a fiatalokkal, és én hiszek benne, hogy ez sikerülni is fog. És akkor ez, amit mondtál, hogy lesz itt egy közösségi tér a bejárat és bejáratos résznél, ez egy fizikai közösségi tér, amit viszont most te mondtál, bevonni őket a tévébe, meg mindenféle másfajta médiákba, az egy ilyen multimédiás, multiközösségi tér lenne, ami nagyon jól hangzik. Hát ilyen is, és olyan is. Tehát azt gondolom, hogy fizikális közösségi tér itt a művelődési központban, illetve a Civil és Ifjúsági Házban, és a közösségi térnek egyéb formáit is megvalósítani az egy jó irány. És hogy látod, a ifjáknak hány százaléka az, aki ténylegesen kimozdítható a telefon mögül, és nem azt mondják, hogyha megkérdezed, hogy mi kell neked, azt mondja, hogy gyorsabb internet.
Nem tudnék erre százalékot mondani, de azt gondolom, hogy ha fiatalokat megkérdezem, akkor majdnem mind azt mondaná, hogy gyorsabb internet, adatforgalom, és közvetlen kapcsolata a világhálóval, és információ. Tehát ezt figyelembe kell vennünk, amikor bármilyen módon megpróbáljuk őket elérni, hogy ez már alap az életükben. Ezért is itt például az előtérben, a felújításnál arra is törekszünk, hogy az információs pult mellett egy úgynevezett coworkinget hozzunk létre, tehát hogyha bejön ide, és szeretne mobiltelefont tölteni, vagy éppen megírni egy e-mailt, vagy messengeren beszélgetni az ismerősével, barátjával, akkor ezt mind megteheti. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunk, és nagyon örülünk annak, hogy a fiatalokra próbáltok építkezni, és ez a célotok a következő időszakra. Ez szerintem mindenkinek egy ilyen löket volt most itt a beszélgetésben, és reméljük a fiatalok is nyitottak lesznek majd erre a lehetőségekre, hiszen fontos az, hogy lehetőségeik legyenek itt a városban, és építsék a saját jövőket. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm. Akkor vissza a stúdióba? Vissza a stúdióba. Nyom meg a gombot, Gábor. Hát, így nem fogunk visszaállni. 3, 2, 1. Jövünk a zene után.